Hivatástudat és magyarságtudat, ezzel a két szóval lehetne jellemezni a mai napon állampolgári esküdtevőket. Négy személyből három a Teológiai Akadémián tanul Sárospatakon. Szerettem volna mindig is teológus szakon járni, és úgy érzem, ez az elhivatottságom. És mivel Erdélyben nem sikerült, úgy határoztam, hogy itt végzem el. Ezzel a városban nem csupán a tanulmányok folyamata vette kezdetét, hiszen Dévai Pál Krisztina itt Magyarországon találta meg élete párját. A házaspár közös gyermeke már magyar állampolgárként született meg. Hát hivatástudatból döntöttem így, és vele a férjem is itt van, így úgy döntöttünk, hogy itt szeretnék folytatni a további tanulmányokat, meg az életet. Mindig nagy öröm számunkra is, amikor bejelentkeznek, hogy az állampolgári esküt Sárospatakon szeretnék letenni. Ugye legutóbb 27-en tették le egyszerre, 11-én a református templomban a vasárnapi istentisztelet, ünnepi istentisztelet keretén belül. Akkor éppen szatmár németi barátaink, testvéreink jöttek el, családostól is tették le az állampolgári esküt. Most újabb négy egyébként Sárospatakon, többségükben Sárospatakon tartózkodó lakos kérte az állampolgári esküt letételét. Dévai Pál Krisztina mellett Kája Lajos, Bogdán Teodor és Nánási Éva lett a mai napon magyar állampolgár. Ami még külön öröm számomra az, hogy nem csak a tanulmányaik folytatása miatt, a jelenlegi helyzetük könnyebbsége miatt kérik az állampolgári esküt, hanem nagyon sokan közülök szeretnének is letelepedni Sárospatakon. Ez egyrészt öröm számunkra Sárospatak számára, hiszen nő a lakosság létszáma, másrészt egy kicsit elkeserítő, hogy az Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról hozzánk érkezők már most kijelentik azt a szándékukat, hogy nem kívánnak hazamenni. Mi minden esetre örömmel fogadjuk őket, és számítunk az ő munkájukra. Mindenképpen azt szeretnénk, és az a szándékunk, hogy az itt megszerzett tudásukat itt Sárospatakon tudjuk kamatoztatni. Az esküdtevők közül többen sárospataki lakosok, azaz rendelkeznek bejelentett magyarországi lakcímmel. Azok számára, akik ilyen lakcímmel nem rendelkeznek, az eskü letétele után a központi okmányiroda lakcímkártyát küld a külföldi lakcímmel.